Szeptember 1-én sajtótájékoztatót tartottak Ajkán a helyi Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei a Városház előtt. A Fidesz Ajkai csoportja augusztus 25-én városunkban is megkezdte az aláírás gyűjtéseket. A megyei listára polgármesterjelölt, illetve a képviselőjelöltek számára. A polgármesterjelölt kiemelte, hogy az aláírásokat az aktivistáknak hamar sikerült összegyűjteniük. Igen, nagyon gyorsan összetudtuk szedni az aláírásokat, sőt az aláírásoknak a szükséges mennyiségnek a többszörösét szedték össze jelöltjeink. Hétfőn délután kaptuk meg a jelölő éveket, az azt jelenti, hogy kedden kezdték el aktivistáink az aláírásokat gyűjteni, és szerdán estére valamennyi képviselő, valamennyi aláírásgyűjtő évet megtöltötte, sőt, ahogy említettem, annak többszörösét is. Csütörtökön ezeket átnéztük, összesítettük, majd pedig pénteken leadtuk az ajánló éveket, és pénteken már a hivatal dolgozói át is számolták, és biztosítottak bennünket arról, hogy bőségesen megvan a megfelelő mennyiségű ajánlóív. Minden képviselőnek könnyű volt összeszedni? Igen, valamennyi képviselőnk nagyon könnyen összeszedte a szükséges mennyiségű aláíróívet. Minek volt köszönhető ez a gyorsaság, az, hogy a Fidesz név van mögöttük, vagy pedig a személyeknek? Én azt gondolom, hogy mind a kettő, hiszen egy sikeres kormányzati politika áll mögöttünk, az országot a Fidesz kétharmados többséggel irányítja. Azt gondolom, hogy ez a jó kormányzati munka, ez mindenképpen húzó erő volt számunkra, és mi is kaptunk ebből jócskán, ebből a bizalomból. Ugyanakkor elmondható az is, hogy nagyszerű jelöltjeink vannak, olyan jelöltek, akik a szakmai múltjuk miatt elértek már valamit Ajkán, kiváló szakemberek, ismerik a választópolgárok a képviselőinket, hiszen jelentős részük már évek óta képviselő, az újak pedig, ahogy említettem, szakmájuk jeles képviselői. A kettő együtt adta, úgy gondolom, azt a sikert, amit most be tudtuk mutatni a sajtóképviselőinek is. Fenyvesi Zoltán polgármester jelölt azt is elmondta, hogy az aláírásgyűjtés egyben egy kommunikációs program is volt, hiszen a választók itt tudták elmondani az aktivistáknak, hogy mivel elégedetlenek és milyen változtatásokat szeretnének a városban. A választópolgárok nagy örömmel fogadták jelöltjeinket, bíztak bennük, és ezért hozzájuk fordult a problémáikkal. Három kardinális problémát emelnék ki, ami a választók többségében megjelent. Az egyik, amikor azt mondták, hogy miért kell bezárni az uszodát, miért nem lehet úgy megoldani a pályázatot, hogy ne egy olyan uszoda létesítményünk legyen, amiben nem lehet nemzetközi versenyeket lebonyolítani. Azt szeretnék, hogy ha egyszer már csinálunk egy uszodát, akkor egy olyan uszodánk legyen, ami méltó a városhoz, méltó a rájához, és méltó azokhoz a sportolókhoz, akik a város szimbolizálják. Úgy gondoljuk, hogy ez egy teljesen jogos felvetés, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy mi más irányba vegyük a pályázatot. A következő probléma a parkolási renddel kapcsolatos volt. Ajkán évek óta van fizető parkolási rendszer, több városban ezt eltörölték. A választópolgárok nem értik, hogy Ajkán miért van még mindig fizető parkolási rendszer, és információik szerint ennek a bevétele nem is a város gazdagítja, hanem egy KFT-t. Mi úgy gondoljuk, hogy erre is fogunk megoldást találni, át fogjuk vizsgálni a parkolási rendszert. A következő probléma a szóbeszéd tárgya volt a városban, hogy a város képviselő testülete, egészen pontosan annak többsége, az MSZP vezetés le akarja dózerolni, le akarja rombolni a Zenit ABC-t. Utána fogunk járni ennek a kérdésnek, és ha rajtunk múlik, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne következhessen be. Az önkormányzati választással kapcsolatban a polgármester jelölt elmondta, hogy sajnos elérte őket a negatív kampány. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kikerüljük. Nem fogunk természetszerűen elmenni szó nélkül a rágalmak mellett. Ha minket rágalmaznak, azt valamilyen úton, módon a sajtó nyilvánosságára fogjuk hozni. Mi nem fogunk részt venni a negatív kampányban, mi kerülni fogjuk, mi a jövőt építjük, ez a múlt, amit ők szeretnének, ez a múlt kampánya, a múlt embereivel, a múlt figuráival. Mi a jövőt építjük, a jövőt hozzuk Ajkára, fejlesztéseket fogunk irányítani, és egészen más stílus fogunk képviselni. Természetszerűen, mint ahogy említettem, ha rágalmaznak, mi is meg fogjuk tenni a lépéseket, de nem fogunk belemenni negatív kampányba, mi az ilyet kerülni fogjuk.